még ezen a világon van egy ideig, de a következőben semmiképpen nem lesz. Ez a Nephilim dolog, én szerintem biztos, hogy van, de hát ez most csak az, hogy én mit gondolok. De érdemes elolvasni, mondom, Énok könyve, Jásár könyve, Jubileumok könyve, és abban egyértelműen le van írva, hogy hogy működik a Nephilim dolog. Én biztos vagyok benne, hogy az uralkodó csoport mindig is az volt. Ez így tűnik logikusnak, különben nem tudták volna megvalósítani azt, amit megvalósítottak. Ő számukra nem arról van szó, hogy ők imádják a kőszobrot, ami egy meztelen nő, vagy ők imádják ezeket a békaformákat, vagy a hatszöget, vagy a ötágú csillagot. Ő számukra ezek, ez család, ez ő számukra ezek, ez a... Remélem értető, amit mondani akarok. Számukra ez, ők azok családtagok, hogy úgy mondjam. Azok az ő őseik, ezért találták ki egy gyíkember dolgot, hogy ők gyíkemberek, meg mit tudom én még. Miközben én szerintem ez a Nephilim vérvonal az, ami működik. Most néhány képet szeretnék, vagyis aki látja, mindjárt megosztom. Ha már itt a feminizmusnál tartok. Ha már a feminizmusnál tartunk. A nők nagy része elítéli a feminizmus mellesleg. De a nők nagy része nem veszi ezt a feminizmusba, mert tudja, hogy ez a feminizmus, ami most van, ez egy szánalmas dolog. De aki megnézi a képeket, amiket ott a linket talál, az egyet kell, hogy értsen. Sőt, szerintem minden jó érzésű ember egyetért azzal, hogy az a fajta feminizmus, az a fajta viselkedés, ami kialakult a nők körében, általánosságában véve az obszcén. A legtöbb esetben. Én nem azt mondom, hogy a férfiak jók, mert egyáltalán nem erről van szó. A férfiak megvan a saját problémájuk, azonban, mivel most a feminizmusról van szó, ezért fölösleges a férfiakról beszélni. Bár vannak olyan férfiak, akik részt vesznek ebben, de az biztos, hogyha valaki azért harcol, hogy a nők még olyanabbak legyenek, mint amilyenek lettek, az sajnos elvesztette a kapcsolatot a valósággal. És én biztos vagyok benne, hogy közelítünk ahhoz az időszakhoz, amikor az emberek mesztelenül fognak az utcán járni. Aki nem követi az eseményeket a világon, az meg fog. Hát ha még ez nem számít mesztelenségnek, ami most van, de szerintem közelít az az időszak, amikor az lesz. Hogy már pedig az emberek mesztelenül fognak az utcán járni. Sőt, hát most ők ezért tüntetnek, megosztom ezt a linket, és mindenki megnézheti. Ezen a linken, ez a Free the Nipple mozgalom, ami ugye arról szól, hogy miért lehet a férfiaknak félmeztelenül járni az utcán, és miért nem lehet a nőknek. És ez miért nem elfogadott? Úgyhogy ha valakinek kétsége van afelől, hogy amiről beszélek, az valóság lesz, az annak nem kell annyira messzire mennie, hiszen ez már valóság. Nők a világban azért harcolnak, hogy meztelenül tudjanak járkálni az utcán. Úgyhogy ez az, ahová juttatja a világot Jézebel szelleme. És ez a fajta szellemiség, amit képvisel. Szóval szerintem mindenki, vagy például az utcán való szoptatás. És a probléma az, hogy az emberek nem látják a manipulációt, és azt, hogy az egész média együtt dolgozik a politikával, az oktatási rendszerrel és a tudománya annak érdekében, hogy tulajdonképpen ezt az agymosást tökére fejleszik, ami a világban folyik. Hiszen az, ami most a zeneiparban megy, vagy általában a szórakoztatóiparban, az 10 évvel ezelőtt mondjuk az úgymond
soft pornó kategóriába tartozott. Ma pedig ez videoklipnek hívják. Vagy vörös szőnyegen felvonulásnak, vagy divatbemutatónak. Ami 10 éve elképzelhetetlen volt, az, hogy a zenészek, vagy a klipekben, vagy a filmekben, vagy az utcán az emberek úgy öltözzenek, mint ahogy most öltöznek. És aki azt hiszi, hogy órák eltöltve a tévé előtt, hogy egyik nap vagy a másikra órák hosszat a tévé előtt nézve ezt a szemetet, olvasva az újságban, és hallgatva a másiktól, ennek nincs hatása az emberre, az nagyon téved. Ezek az emberek pontosan tudják, hogy mit csinálnak. És egyáltalán nem azért árulják a meztelenséggel, vagy a szexualitással a termékeket, mert ők el akarják adni. Az eladásnak ehhez semmi köze nincsen. Az erkölcstelenségnek van ehhez köze. Ők az erkölcstelenséget akarják terjeszteni. A pénz az övéké, a hatalom az övéké, teljesen mindegy nekik, hogy mi történik. A hatalom legtetején az emberek az erkölcstelenséget akarják növelni, mert tudják, hogy ez az, amit az ellenség akar, és ők az ellenséggel dolgoznak együtt. Az erkölcstelenség az ellenség ma már hajtja a vizet. Ezért van a meztelenség mindenhol a világon. Nem azért, hogy eladjanak vele, persze az csak egy mellékhatás, nagyszerű. A lényeg az erkölcstelenség, az, hogy a világ egyre mélyebben süllyedjen bele ebbe a lázadásba, mert tudják, hogy az, aki elfogadja ezt, az el fogja fogadni a következőt, és a következőt, és a következőt. És így lázad Jahua ellen, az ő parancsolatai ellen, aki megmondta, hogy hogyan kell egy nőnek öltözni, hogy hogyan kell beszélni, hogy hogyan kell viselkedni, ugyanúgy, ahogy a férfinak. Neki eszébe sem jutott az, hogy nők meztelenül szerepeljenek videoklipekben, vagy felvonulásokon. Vagy, hogy utcára menjenek úgy, amit megosztom ezt is, akit érdekel, nézze meg. Ezt slut walknak hívják, ami ugye, hát ezt mindenki lefordítja magának, hogy ez mit jelent pontosan. Amikor a nők ugye azért vonulnak utcára, hogy ők gyakorlatilag úgy viselkedhessenek, mint a prostituáltak. Ugye nagyjából így lehet összefoglalni az egész mozgalmat. És ezért tüntetnek. Szóval aki azt gondolja, hogy ez elfogadható, vagy ennek köze van a egyenjogúsághoz, vagy ez feminizmus, az ez el van tévedve. Amíg a gyerekeknek a példaképei mind mesztelenül vannak reggeltől estig, addig az egy nagyon borzasztó világ lesz. Nem csak azért, mert akkor milyen emberek lesznek azok felnőve, hanem az erkölcstelenségnek vannak spirituális következményei. Ez a legeslegnagyobb probléma. Az erkölcstelenség mindig spirituális következményekkel jár. És a probléma az, hogy ez a fajta hanyatlás, ez a fizikai valóságra hatással lesz. Hiszen ahogyan elfordulja Hua a világtól, ahogy egyre több és több ilyen bolond lesz, és ő elfordul a világtól, ugyanakkor az ellensége az, aki a világ felé fordul, és ő az, aki egyre nagyobb hatalmat kap, és az ő értékrendje, az ő rendszere az, ami kiépül. Ezért nem lehet megakadályozni az új világrendet. Ez az, amit nem ért a legtöbb ember. Hogy miért nem lehet? Azért nem, mert süllyedünk le az erkölcstelenségbe. Az erkölcstelenségből nem lehet kijönni csak úgy, ha az ember elfordul attól, és valamilyen rendszert keres az életébe. De nem ez történik. Ezért lehet tudni, hogy nem. Az erkölcstelenségre egyetlen gyógyszer van, és az pedig a Tora. A mindenható instrukciói. Azonban ettől mindenki elfordul. Próbálja meg valaki bemenni ezen emberek közé, és azt mondani, hogy figyelj csak,
Yahuwah azt mondta, hogy egy nőnek így kéne öltözni, vagy egy férfinak így kéne viselni, vagy egy kapcsolat, így, ezt lehetetlen már megcsinálni. Ebben a világban. Úgyhogy... Szóval ez az, amikor kérdezik azt, hogy miért ilyen negatív. Ez van. Ez nem negatív, ez van. Ez a helyzet. Teljesen mindegy, hogy én mit mondok, hát annak nincs jelentősége. Ez egy folyamat, elkezdődött, ez van. Ebből nincs visszaút. Ezek az emberek nem fognak most így egyik napról másikra. Ó, oké, akkor tényleg, akkor lehet, hogy mit is írtott, hogy akkor hogy van, mit kéne csinálni, vagy ez nem az lesz, hogy most ezek itt egyik napról a másikra meglátják, hogy ez egy óriás ostobaság, amiben évtizedek óta részt vesznek. És a rendszer ezt támogatja, úgyhogy ez kellene, hogy legyen a legnagyobb jel mindenki számára. A rendszer imádja a feminizmust. Az Egyesült Nemzeteknek ez az egyik pontja. Az egész mindenhol támogatják a feminista mozgalmakat. Mert tudják, hogy lerombolja a társadalmat. Amikor a nő elkezd férfiként funkcionálni, az lerombolja a társadalmat. Mert nem így lett kitalálva. Nem azért, mert ő butá, vagy ostobá, vagy gyengé, vagy akármi. Hanem azért, mert a teremtő így szerkesztette meg a dolgot. És ezek az emberek szó szerint az ítélet napig fognak lázadni. És akkor sem fogják megérteni, hogy mi a probléma. Azért, mert nem jó fele keresik az igazságot. Úgyhogy ez a legnagyobb probléma a feminista mozgalommal. Hogy ez nem így lett kitalálva. És amit Yahuwah nem így talált ki, az nem fog működni. Teljesen mindegy, hogy mennyire forszírozzák ezt a véleményt, hogy már pedig a nők erősek és akár. Ha valaki követi ezt az úgymond gender mozgalmat, ami a nemekkel kapcsolatos, akkor az valószínűleg tudja, aki nem, azt lehet, hogy sokként fogja érni, de eljutottunk olyan szintre, hogy bizonyos körökben azt a nézetet úgymond támogatják, hogy nincsen különbség a nemek közt, és a gyerekeket egy nem semleges környezetben kell felnevelni. Hiszen ez az, ami segíti a gyermeket, hogy ő kiválasztja azt, hogy ő neki mi a neme. Majd, amikor ő úgy gondolja, hogy eljött annak az ideje. És ha belegondol ebbe mindenki, hogy az milyen világ, ahol egy 3, 4, 5 éves gyerek úgy dönthet, hogy ő egy másik nem akar lenni, és ezt az állam támogatja, mi úgy, mint Amerikában, vagy Nagy-Britanniában, úgy a TB úgymond keretein belül az ember eldöntheti 3, 4, 5, 6 évesen, hogy ő milyen nem akar lenni, és államilag támogatott az egész kezelés, hogy ő ezzel átalakuljon, a másik nem. Az mit csodálkozik azon, hogy a nők elvesztették az eszüket, és mesztelenül rohangálnak az utcán? Az egyik a másiknak a következménye. Az erkölcstelenség úgy általában lerombolja a társadalmat, annak nincsenek részei, hogy így, ez mindenkire hatással van. Ugyanúgy a férfiakra, ugyanúgy, mint a nőkre. És egyáltalán nem arról van szó, hogy én vagy bárki, aki ezt a nézőpontot képviseli, tökéletes. Mi ugyanúgy átestünk ezen, ugyanúgy részt vettünk ebben, és ugyanúgy meg voltunk vezetve, mint mindenki más. Egyszerűen más a helyzet most. Ez sokkal inkább egy figyelmeztetés, mint az, hogy én jobb vagyok, vagy bárki, aki ezt képviseli. Nem, egyáltalán nem erről van szó. Arról van szó, hogy nekünk megmutatta, és ez van. Úgyhogy még most mindenki, aki észnél van, kiszállhat ebből az egészből. Persze én azt is értem, hogy a legtöbb ember az nagyon is otthonosan érzi ezt. Érzi magát ebben az egészben. Úgyhogy ez nyilván nem fog megtörténni. De
Az biztos, hogy nem segít. Még annyit, hogy csak hogy mennyire sanyarú a nők sorsa. Ez magyar statisztika. A nők átlagosan 6-8 évvel élnek tovább, mint a férfiak. A nők várható élettartalma 35 országban magasabb 80 évnél, Afrikában csak 54. Még egy néhány. Születéskor várható élettartalom Magyarország nők 78, férfi 70. Egészségben várható átlagos élettartam nő 58, férfi 55. Természetesen vannak mutatók, amelyben csecsemő halandóság 1000 élve születésre 4,9 nő, 6,2 férfi. 100 ezer megfelelő neműre jutó öngyilkos száma 10 nőnél 40 a férfinál. Szóval ennyit arról, hogy a nőknek mennyire sanyarú a sors. Tüdőgondozóban nyilvántartott hörgőrákos betegek száma 7300 nő, 13 000 férfi. Munkanélküliségi ráta 9,8 nő, 10,3 férfi. Úgyhogy az egy dolog, amit az ember hisz, meg egy másik dolog az, ami van. Korai iskola elhagyók száma százalékban nő 10,9, férfi 12,5. 15-től 29 évesek oktatásban eltöltött éveinek száma 7,3 nő, 6,9 férfi. Felsőfokú alap- és mesterképzésben résztvevők megoszlása 52,6% nő, 47,4 férfi. Egyetemi doktorképzésben résztvevők megoszlása 50,1 nő, 49,9 férfi. Általános iskolai oktatók megoszlása 87,5% nő, 12,5 férfi. Akkor ha az általános iskolában a képzést a nők végzik, akkor miért nem végeznek jobb munkát, hogyha a nevelés kérdése az egész. Most én nyilván nem komolyan mondom, hogy ez az ő hibájuk, csak azt akarom mutatni, hogy vannak számok, amikkel nehéz vitatkozni. Középiskolai oktatók megosztása 68 nő, 32 férfi. Egyetemi oktatók 39 nő, 61 férfi. Úgyhogy abban az életkorban, amíg a nevelés számít, abban a nők túlnyomó többségben vannak. És ezt így érdekességképp. De itt van a link, megosztom, mindenki megnézi. Nyilván vannak mutatók, ahol a férfiak vannak túlsúlyban. De néhányat akartam, ahol nem. Természetesen a házi munkából többet vállalnak a nők, úgy tűnik. Mindegy, ennyit szerettem volna Jézabellel szemben, és Jézabelről, bocsánat, Jézabelről és az ő szellemiségével, erről a Nefilim történetről, amiről itt szó van most a kommentek, én erre nem vesztegetnék túl sok időt. Ó, persze, én tudom, hogy komplexebb. Csak hát a lényeg az, hogy valamilyen szinten, tehát akkor sem, mi számít? Az, hogy ki mit érez, vagy hogy mi van? Mert általában arról van szó, hogy ki mit érez. Hogy ők úgy érzik, hogy kevesebb, hogy a nők élete rosszabb, mikor a statisztika nem feltétlenül azt mutatja. De én nekem mindegy is egyébként, a lényeg egyáltalán nem ez. A lényeg az, hogy mindenki értse azt, hogy kinek mi a feladata, és az szerint éljen. Aztán, ha ez megvan, akkor onnantól kezdve majd, ja, hua az, aki eldönti, hogy ki meddig él, meg milyen vérnyomása lesz, meg mennyit fog keresni. De addig, amíg mi akarjuk meghatározni, hogy mi legyen, ugyanúgy, ahogy ugye a 1 Sámuel 25-ben úgy kellene viselkedni mindenkinek, ahogy azok a karakterek viselkedtek. Abigail, meg Dávid.
És amikor úgy viselkedik az ember, onnantól kezdve majd hagyja azt, hogy hova elintézze ezt az egészet. Nem pedig ő próbálja elintézni a dolgot. Én nem azt mondom, hogy ki rossz, kinek a felelőssége, teljesen mindegy. Ez a rendszer felelőssége. Én azt mondom, hogy mindenki, aki részt vesz ebben az egészben, az hibás. Mindenki, aki ezt ordibálja, az mind hibás. Hogy a nőknek már pedig mesztelenül kell az utcán menni. De visszatérve erre a Nefilim dologra, én szerintem ez egy időpocsékolás, de nem akarok senkinek a kedvét elvenni. Ha kutatni akar, csak gondolj bele mindenki abban, hogy honnan lenne erről adat. Ki honnan, ki, valakinek a vérképét esetleg valaki meg ki szivárogtatta, hogy már pedig ő Nefilim vagy. Ezekre a dolgokra nincsen bizonyíték, soha nem is lesz. Nem lehet. Tehát úgy értem, hogy most honnan tudnánk meg, hogy Rockefellernek mi volt a vérképe, és hogy most neki mi a... Hogy valami. Ez nem... Abigail a legeslegjobb példa. Szerintem, amit én találtam az írás során. De úgy számtalan olyan van, aki csak ugrott, mikor... Ábrahám például. Nagyszerű példa. Emberek csak így csettint és ugrik. Ez így kell. Aztán az, hogy ki hol megy mesztelenül, meg ki mennyit keres, meg ki hogy, az teljesen mindegy. Azt majd ő elintézi. Csak a lényeg az, hogy ez a feladat, ezt kell csinálni, ez a rendszer, ez az instrukció, ez szerint kell élni. A többi az majd jön, majd alakul. De egyelőre ennyit, úgyhogy ezt szerettem volna csak... Tudom, hogy ezek a képek már szerepeltek számtalanszor, ez a... Jaj, még valamit szerettem volna, aki kitartott már az akkor hagyj... Az hagyj, halljon erről is. Aki nem ismeri Edward Bernays-t, az nem értheti teljesen azt a világot, amiben élünk. Úgyhogy... hogy mi van. Úgyhogy érdemes elolvasni Edward Bernays-ről a Wikipédiát. Azt hiszem van magyarul is, de ha nem, csak villámgyorsan annyit, hogy Edward Bernays írta a Propaganda című könyvet. Edward Bernays részt vett tulajdonképp minden mozgalom kialakításában, ami ma népszerű, és ha nem ő, akkor a filozófiája, úgyhogy aki azt hiszi, hogy van egyetlen népszerű mozgalom, ami ma, vagy akár a történelemben kialakult, ami organikus módon valóban az emberek át, az téved, az egy álomvilágban él egyértelmű. Mindegyik kivétel nélkül, az összes, elkezdve az összes világháborúval, az őszi rózsás forradalom, mindegyik, az összes része volt egy nagy manipulációnak. Ha ma, csak hogy mi a bizonyíték, ha ma elhiszi valaki azt, hogy a szíriai gáztámadás egy hoax, amiről a Russia Today-en Vladimir Putyin azt mondta, hogy egy false flag, egy hoax, egy hazugság, akkor miért ne így lett volna az első világháborúban? Miért ne így lett volna az összes többi? Hát így volt, ez a lényeg. Edward Bernays leírta a propagandába, olvassa mindenki, akit érdekel, egy rövid könyv, és megvilágosítja az embert. De hogy miért is került elő itt? Azért, mert szerettem volna egy példán bemutatni, hogy hogyan is manipulálják a világot. Ez pedig nem más, mint a női dohányzás. Természetesen a nők munkába állása egy ugyanilyen manipuláció volt. Azt gondolják a nők, hogy de ez a legszebb az egészben. Azt hiszi az ember, hogy ő elérte, örül annak, hogy neki tulajdonképp rosszabb lesz. Ez volt a nők munkába állásával a helyzet. A nők nem azért álltak munkába, mert ők kiharcolták maguknak, vagy azért, hogy a rendszert ők legyőzték, vagy bármi. Ők azért álltak munkába, mert el akarták választani a nőt a gyerektől, hogy az állam fölnevelhesse a gyereket. És a nők ezért harcoltak. Úgyhogy ezek után, ha leül mindenki és átgondolja ezt a folyamatot, akkor
kitalálja a végén, hogy ki az, aki meg lett vezetve, és ki az, aki ostoba tulajdonképpen. De ez nem csak a nők, ez ugyanígy a férfiak, ugyanígy ránk is. Én ugyanúgy harcoltam, hogy részt vegyek a felsőoktatásban, és örültem neki, hogy ingyen elvégeztettem még az egyetemet is. Úgyhogy még 3 évet pluszból vesztegettem, és értelmetlen dolgokat tanultam. De ez egy szinten talán lejjebb van ez a nők munkába állása. Azt hiszik, hogy ők azok, akik kiharcolták, miközben a rendszer az, aki akarta. Ezért kapcsolatba léptek Edward Bernays-el, aki megírta a forgatókönyvet erre az egészre, és elhitették az emberekkel a vezetőkön keresztül, hogy ez az ő érdemük. Hiszen ha a vezetőket meggyőzed, ahogyan azt Edward Bernays mondta, ha a vezetőket meggyőzi az ember, onnantól kezdve egyszerű a hordát tulajdonképpen terelni. Erről szól az egész. De ugyanez a helyzet a független szakértővel, teljesen mindegy. A független szakértő ugyanerre, az orvos, az hogy 5-ből 4 fogorvos a mit tudom én, mit ajánl, hogy ezt használjuk. Ez egy ugyanilyen manipuláció. Az egész egy manipuláció. Az egész média, oktatás, politika és tudomány része a propagandának, hogy azt csináljuk, amit ők akarnak. Elhiszik azt, hogy a Florid jó, mert azt mondja, 5-ből 4 fogorvos, aki megtanulja azon az egyetemen, ami egyetemet azok támogatnak, akik a gyógyszert gyártják, meg akik az orvosi technológiai eszközöket gyártják. Elolvas az orvos, megtanulja, kijön úgy, hogy soha nem látott egy kísérletet se róla, egy eredményt se, csak megtanulta, mert úgy volt. Aztán mi elmegyünk, és ő megmondja, hogy ő tudja, mikor sose látta, sose végezte el a kísérletet, csak olvasta. Azért, mert így működik a rendszer, ez a lényeg. Akinek nincs diplomája, az nem beszélhet róla, mert az nem szakértő, meg ki vagy te, hogy te megmondod, hogy már pedig nincsenek bolygók, vagy a fluorid káros, vagy az chemtrail, nem contrail. Úgyhogy a világ le van szabályozva. Teljesen mindegy, hogy ki mit mond, vagy gondol, úgyis lesz egy szakértő, aki majd megmondja, hogy mit gondolhatunk. És majd az emberek elfogadják azt, amit gondolnak azok, akik a tévéműsort csinálják. De visszatérve Edward Bernays-re, az egyik legnagyszerűbb példa az úgynevezett Torches of Freedom, ugye a szabadság fáklyái mozgalom. Ez a nők, az volt a cél, hogy a nők nem dohányoztak, ez nem volt illő. 1900-as évek elején, hogy a nők dohányozzanak. Ugye ezt akarták megváltoztatni, hiszen az amerikai dohánygyártó cégek rájöttek arra, hogy így gyakorlatilag kiesik a munkaerő, vagyis kiesik a fogyasztói piacok a nagyobbik része. És ugye az volt az egész nek a lényege, hogy felkértek különböző modelleket, hogy álljanak modell cigarettával a kezükben, plusz dohányozók utcasarkon itt-ott-amott, hogy kifejezzék azt, hogy a nők szabadok, és a nők igenis rágyújthatok, és azt csinálnak, amit akarják. Ugyanazt, amit ma mellesleg, ugye a slut walk, vagy a free the nipple, vagy a maga a szórakozási kultúra, vagy a videoklippek, ugye az empowerment, ugye az erős nő, aki ugye akkor részeg, amikor akar, meg azt csinál mindenkivel, amikor és amit akar, mindig. Ez ugyanaz a manipuláció, ugyanaz a propaganda és agymosás, mint ami akkor volt, csak akkor a cigarettáról szólt, most pedig az általános erkölcstelenségről szól. És ezáltal, hogy a modellek ezt csinálták, ezáltal elterjedt a nők között, hogy már pedig én dohányozni fogok, mert ez a freedom, azaz a szabadságnak a jelképe, hogy én dohányzom, miközben a háttérben egész más erők dolgoztak és manipulálták őket ugyanúgy, ahogy minket, vagy ahogy mindenkit a történelem folyamán. Aki ezt nem tudja, az sajnos nem érti meg, hogy hogyan működik a világ. A világ így működik, és a legborzasztóbb az egészben, hogy ugye ezt úgy értékelik a nők, mint egy győzelem. És annyit értek el vele, hogy ugye a tüdőráknak a száma az megugrott. És így
elkölthetik a bevételüknek egy nagy százalékát az egészségük utána később visszavásárlására, most meg lerombolására. Ugyanúgy, ahogy a munkáért harcolnak, most akik azért harcolnak, hogy már pedig mi az, hogy a nők, mondjuk lehet, hogy én nézek rossz műsorokat, ahol ilyen szélsőségesek vannak, de arról van szó, hogy mi az, hogy a nőknek otthon kell maradni a gyereke, miért nem marad otthon a férfi? Hát azt gondolná az ember, hogy örömmel marad otthon bárki a gyerekével, különösen egy nő, hiszen nyilvánvalóan jobb a gyereknek, ha egy nő van, ehhez nem kell agysebésznek lenni, hogy valaki kitalálja, hogy a gyereknek jobb, ha az anyjával van. Ez szerintem teljesen egyértelmű. Már nem is csak azért, mert ez az, ahogy Yahuwah kitalálta, hanem a józanész ezt diktálná. És ennek ellenére ők azért harcolnak, hogy mi az, hogy nekik otthon kell maradni. Mi az, hogy... Szóval én nem mindenkiről beszélek, én csak általánosságában egy szellemiséget szerettem volna vázolni mindenkinek. A lázadás szellemisége az az ellenségtől való. Mindenki, aki Yahuwah által teremtett rend ellen lázad, az mind kivétel nélkül az ellenség szellemiségében operál. Legyen az Jezebel, legyen az a bujaság, a büszkeség, legyen az bármi más, az mind-mind az ellenségtől való. És a lázadás az egy olyan dolog, ami biztos vagyok benne, hogy egy utálatosság Yahuwah előtt. Hiszen mi az, hogy az edény megpróbálja megmondani az agyagművesnek, hogy miért teremtettél, vagy hogy minek csináltál, vagy hogy én vagyok én. Úgyhogy ő ezt nem fogja jó néven venni. Meg hát nem veszi jó néven, ezért néz ki. Ezért néz ki így a világ, ahogy kinéz. Úgyhogy Edward Bernays-t akartam még bemutatni ezzel, és szerintem egy nagyszerű olvasmány. De az idézetek azok egyszerűen fergetegesek szerintem, amiket lehet, nem tudom, azt hiszem azt is megosztottam, az a Goodreads, azt is érdemes elolvasni. Igen, ott van a Goodreads, ez Edward Bernays. Szenzációs idézetek, de tényleg. Szóval, ha valaki ezek után még nem érti azt, ami történik a világon, és azt hiszi, hogy ez az egész egy nagy véletlen eseményeknek a folyamata, akkor annak még idő kell, ennyit tudok erre csak mondani, hogy ha elolvassa. Megpróbálom összehozni most gyorsan, hogy egyet le tudjak fordítani, de nem akarok belemenni hosszabbakba. Emberek, ez például egy idézet Edward Bernays Propaganda című könyvéből, emberek ritkán tudják az igazi okokat, hogy mi az, ami motiválja az ő cselekedeteiket. Nem tudom, hogy ez mindenkinek leesik-e így egyből ilyen gyorsan, de szerintem érdemes elgondolkodni rajta. Az emberek ritkán tudják, vagy tudatosan, ritkán tudatosul az emberekben az igazi oka annak, hogy mi motiválja az ő cselekedeteiket. Ez az, amit látunk a világban ma. Nézzünk egy másikat. Hát a legnagyszerűbb az talán ez az első, de ez túl hosszú ahhoz. Na mindegy, a tudatos és intelligens manipulációja a tömegek véleményének és tudatos cselekedeteinek egy fontos eleme a demokratikus társadalomnak. Még egyszer, hogy mindenkibe tudatosuljon gyorsan. A tudatos és intelligens manipulációja a tömegek szervezett véleményének és habit, ami hát szokásainak és véleményének egy fontos eleme a demokratikus társadalomnak. Elmondja azt, hogy ők tudatosan és intelligensen manipulálják az embereknek a szokásait és az emberek véleményét, a tömegek véleményét, és ez egy fontos eleme a demokratikus társadalomnak. Az, hogy ők ezt tudatosan manipulálják folyamatosan. És ezt leírja a könyve, mert tudja, hogy senki a kezébe nem fogja venni. És a propaganda mellesleg
A propaganda mellesleg, amit ma PR-nak hívunk, annak az elődje volt. Propagandának hívták, csak a nácik tevékenység miatt a propaganda egy negatív tónussal szerepel ma a köztudatban. Ezért PR-ra keresztelhették, public relations. Úgyhogy amit korábban propagandának hívunk, ami nem más, mint hazugság gyakorlatilag. Ugye PR azért, mert egy képet, egy bizonyos képet kell, hogy mutasson a világ felé arról a cégről, vagy arról az emberről, vagy arról a közösségről. Ugye ez a PR, ami nyilván, hogyha a közösség, vagy a cég, vagy az ember igazi képe olyan lenne, ami elfogadható a társadalom számára, akkor nem kellene egy PR cég, hiszen akkor a kép magáért beszélne. De hát ez megint csak egy olyan dolog, ami mondjuk 3 perc gondolkodást igényelne, de ugye az emberek nem érnek rá, mert a slut walk meg a free the nipple tüntetések között még meg kell, el kell olvasni a Cosmopolitant is, és így közben nincs idő arra, hogy az ember ezeket a dolgokat így kitalálja magába, hogy ezek miért is történnek. De tovább folytatva ezt az idézetet, azok, akik manipulálják ezt a láthatatlan mechanizmusát a társadalomnak, ugye az emberek szokásai és véleménye, tehát azok, akik ezt a láthatatlan mechanizmusát a társadalomnak manipulálják, egy láthatatlan kormányt alkotnak, amelyik az igazi uralkodó ereje az országnak. Ezt nem lehet elég lassan felolvasni, hogy mennyire fontos az, amiről beszél. Az intelligens és szervezet manipulációja az emberek szokásainak és véleményének fontos eleme a demokratikus társadalomnak, akik ezt manipulálják, ezt a láthatatlan mechanizmusát a társadalomnak, azok egy láthatatlan kormányt alkotnak, ami az igazi uralkodó ereje az országnak. Azok, akik manipulálnak minket, azok uralják az országot. Úgyhogy na mindegy, nem is olvasom föl, meghagyom mindenkinek, hogy a saját kis szabad idejében megcsinálja, akit érdekel. És közben meg így van, a szuffragette mozgalom is ugyanilyen volt, pontosan az összes. Mindegyik. Pontosan, én ezt akartam ezzel kifejezni, hogy teljesen mindegy, hogy ki mit gondol, csak az a lényeg, hogy aki Yahuwah útján jár, az átlátja ezt a káoszt, az nem vesz részt ebben. A lényeg az, hogy ne vegyen részt senki ebben. A lényeg az, hogy a világot nem lehet megváltoztatni, ez ilyen lesz, amilyen, és ennek így kell lennie, sőt, ez így nagyszerű, mert így mindenki megkapja azt, amit érdemel. Úgyhogy nekünk csak arra kellene koncentrálni, hogy azt kapjuk, amit akarunk, és ne azt, amit ne. Szóval azt érdemeljük meg, amit szeretnénk. Azt pedig az ember a cselekedetei által fogja kiérdemelni. Hiszen ezért jön vissza Yahusha Hamásiák, hogy megítéljen mindenkit az ő cselekedetei által. Aki nem hisz, az nincs is benne a képbe. Az egyáltalán nem is játszik ebben az egész játékban. Úgyhogy a hit az alapja ennek. Arról nem is kéne beszélni, hogy én mennyire hiszek, vagy te mennyire hiszel, vagy én úgy hiszek. Teljesen mindegy. Aki nem hisz, az nem szerepel. Onnantól kezdve a hit az alapja, onnantól kezdve a cselekedet az, ami meghatározza, hogy az ember hova kerül. Úgyhogy mindenkinek a cselekedeteire kellene fókuszálni, és az nem fér bele, ahogyan a világ viselkedik, és amilyen irányba a világ halad. Az egyáltalán nem fér abba bele, úgyhogy én erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Egyáltalán nincs semmi a nők ellen, mindenki, aki nem a parancsolatok a Tora szerint él, az nekem mindegy, ugyanabba a kategóriába tartozik. Teljesen mindegy, nő, férfi, gyerek, vagy akármi ezek közül, vagy között. Úgyhogy ez volt igazából az üzenet, az egésznek a lényege. De úgyhogy nem is. Oké. Ennyit erről is. Mindenkinek a legjobbakat remélem, hogy hasznosnak találtátok, meg tényleg nem arról van szó, hogy bárki is rosszabb lenne a másiknál, egyszerűen aki nem a parancsolatok szerint jár, az arról nincs is szó itt.
arról nem beszélve, hogy aki nem hisz. Úgyhogy ez az egésznek a lényege. Teljesen mindegy, hogy férfi, nő, vagy kutya, vagy bármi. Mindenkinek a legjobbakat, és jövő héten folytatjuk. Majd kitalálok valamit addigra. Vagy ha valakinek van ötlete, hogy valamiről lehetne beszélni, akkor... Már nekem volt, de már elfelejtettem. De majd hátra eszembe. Nincs semmit. Hát én köszönöm, hogy mindenki itt volt, és köszönet Yahuának, tényleg, azért, hogy még mindig lehet csinálni, még mindig az utolsó pillanatban is lehet erről beszélni, és lehet tanulni, meg egymást segíteni, ez nagyszerű szerintem, ez a lényeg. Igazából az, hogy még mindig lehet tanulni ingyen, ott az információ az interneten, lehet erről beszélni, lehet egymás közt ezt terjeszteni, sőt, azért, hogy vannak, akik megértik, az a legnagyszerűbb. És ez az ő érdeme, különben mi ugyanott lennénk, ahol ezek az emberek, akikről most szó van, az utcán mesztelenül vonulnánk, hogyha ez nem ő. Pont ez erre gondoltam, hogy ha mindannyian az érdemeink szerint ti helyen lennénk, akkor mi ott lennénk valószínűleg, én biztos, ahol azok az emberek. Úgyhogy ez csak is kizárólag az ő nagy lelkűsége, hogy még mindig visszarángatott onnan, ahol voltam, meg valószínűleg sokan, akik idáig elhallgatták ezt az egészet, voltak. Mert ez csak is kizárólag neki köszönhető. Nem. Ja, én köszönöm mindenkinek, aki még itt van, sőt, meg akartam köszönni azoknak, akik megosztogatják ezt az egészet, meg vállalják, mert én tudom, hogy ez nem egy egyszerű dolog. És akik megosztják így az emberek között, meg akik nyíltan vállalják az összes új világrend hírek, röviden dolgot az ismerőseik előtt, meg ezeket a dolgokat. Én köszönöm tényleg, hogy vannak ilyenek, úgyhogy ez nagyszerű. De egyébként terjed, meg egyre többen vannak, biztos vagyok benne. De mindegy is, az a lényeg, akármennyien is vagyunk, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy csinálják, hogy mindenki járja az utat és próbálkozik. Úgyhogy én köszönöm mindenkinek, aki itt van, mert ez a lényeg, ez a legnagyszerűbb az egészben tényleg. Na, minden jót mindenkinek, és hát jaj, akarok, majd lehet, hogy lesz egy másik időpont, és akkor valahogy felosztom, úgyhogy az egyik nap az írásra kapcsolatban, a másik nap meg csak így ezekről a dolgokról legyen szó, és akkor lehet, hogy megváltozna a kép, úgyhogy arra lehet, hogy kitalálok egy másik napot, majd akinek van ötlete, hogy melyik legyen. Én arra gondoltam, hogy vagy kedd este, vagy péntek este, szóval mert gondolom a délelőtt nem működne a legtöbb embernek, úgyhogy ez megmarad a szombaton, és akkor mondjuk lenne egy kedd este, vagy pénteket, teljesen mindegy, amikor lehetne mondjuk az új világrendről egy nap, a másik nap meg kiválasztani egy témát, és akkor lehetne így az írással kapcsolatban. De mindegy, ez úgyis majd kialakul. Aki meg akar tartalmat csinálni, az csinálja, és akkor küldje el nekem, és én megnézem, hogy ha összeegyeztethető a kettő, akkor az nagy lenne. Az nagy lenne, mert akkor lenne több tartalom az oldalon. Hát én gondolom, vagy hát én el tudom képzelni, hogy mennyire egyszerű megosztani azokból a kommentekből ítélve, amiket én kapok. Azokból gondolom, hogy mennyire. Tehát az is csoda, hogy egyáltalán ennyi ember elhiszi azt, hogy a Föld lapos, úgyhogy. Jó, a legjobbakat, jó éjszakát, jó hétvégét, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra! Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben,
ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!